Büszkeség falra kerültek a Györei Templomiskola elmúlt 25 évét bemutató fotók. A fotomontást az intézmény tanárai és diákjai közösen készítették el az iskola megalakulásának 25. évfordulójára. Györén éppen negyed évszázada, 1994-ben vette meg a helyi önkormányzat az evangélikus templomot, hogy iskolát csináljanak belőle. Hogy itt állt az evangélikus templom teljesen lepusztult állapotban, az evangélikus hívek ugye kilettek telepítve, maradtán egy 5 család, evangélikus család, és meg akartuk menteni a templomot. Tehát két dolog foglalkoztatott minket, iskolát étesteni, templomot megmenteni. A mostani ünnepi műsoron az oktatási hivatal hajdani tisztviselője is részt vett, aki segített az iskola létrehozásában. Bár 25 évvel ezelőtt voltak, akik kételkedtek a Györei Templomiskola fennmaradásában, az idő nem őket igazolta. Az intézménybe ugyanis néhány éve egyre több diákot iratnak be. 82 diákunk van jelenleg, és az egyéni bánásmód igényével érkeznek többnyire a településünkre, mert az egyéni bánásmód az nálunk nem csak egy szlogen, egy üres ígéret, hanem azt gondolom, hogy mindennapi gyakorlat. Az ünnepre a pedagógusok meglepetéssel is készültek, zenekari kíséret mellett ugyanis kórusszámokat adtak elő.